A rendezvényen beszédet mondott Butta László. A település vezetője kiemelte, hogy 8 évvel ezelőtt megválasztották polgármesternek, és hogy nagyon jó egy ilyen településnek a vezetője lenni, ahol olyan emberek élnek, akik művészek is. Tarcal lakosságában jelen vannak az amatőr festők, a hivatásos festők, a grafikusok, az üvegfestők és a fényképészek. Butta László reményeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Csáti Gízától még nagyon sok verset olvashatnak, hiszen a fotózás közbeni pillanatok is és élményei adják számára az ihletet, amelyek nagyon hasonlóak mások gondolataival és érzelmeivel, emiatt is olvassák szívesen a település lakói a verseit. Csáti Géza az 1980-as évektől kezdett el írni. Volt egy hosszabb szünete, mikor nem foglalkozott a versekkel. Az internet és a közösségi média hozta meg a sikert, miután megosztotta az írásait. Innen indult el újra számára a költészet. Főbb témája az alkotásoknak a szeretet. A művész úgy véli, hogy enélkül, az érzelem nélkül nem érdemes élni. Csáti Géza a könyvével szerette volna közelebb hozni az embereket egymáshoz. Ezt követően Újvári Marika ismertette a könyv ajánlóját. Szabó József vadászíró is jelen volt az eseményen, aki kiemelte, hogy bízik benne, hogy több verses kötet is fogja követni a mostanit. A könyv olvasása során olyan erős érzelmekről olvasott, amely mindannyiunkban benne van. Csáti Géza ajándékkal kedveskedett íróbarátjának a hosszú éves támogatásáért. Versek. Csak versek vannak benne. 57 vers. Túlnyomó részt inkább a szeretetről szólnak a versek, és a illusztrátor a saját fotókkal. Én már régebben is írtam verseket, még fiatal koromban is, de akkor úgy abba hagytam. Akkor, és most 5 éve elkezdtem megint írni verseket, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom a szerencsét, és kiadok egy könyvet. Hát vagy elhatározásot, megmondom őszintén, mert kicsit azért felelősségteljes dolog egy könyvet kiadni. Első. És remélem nem az utolsó még, mert úgy belekorsolt az ember ebbe a világba, úgymond. És ez nagyon jó dolog. Tetszik. Pozitívokat, hál' Istennek. Tetszik mindenkinek. Úgyhogy remélem, hogy örömet tudok vele adni másoknak ezzel a könyvvel. És a fotókkal. Hát egyelőre még ez a könyv, ami még fut, úgymond, hát még ez még elég új. Majd ha összegyűlik megint 40-50 vers, hát 5-6 vers már van, akkor szeretnék kiadni még egy kötetet. És ha utána is, akkor az így majd az idő majd kiforja. Ha szeretnék volna még ennél többet kiadni, mint ez az egy kötet. Én úgy gondolom, hogy a mai világban eléggé eltávolodtak egymástól az emberek, és én szeretnék valamit adni az embereknek, valami jó dolgot, amivel kicsit összehozza az emberiséget, az embereket. Hát lehet, hogy kicsit nagy szavaknak tűnnek, de én úgy érzem, hogy én ezt szeretném, tehát egy embernek alap dolog az, hogy szeressék egymást. Ez a alapköve mindennek, a szeretet. Mert enélkül nincs élet a Földön. Vannak benne gyerekversek is, egy-kettő. Vannak benne ilyen szerelmi csalódással kapcsolatos versek. És olyan versek, amik úgy kicsit az ember elgondolkodik rajta, hogy hát ez valóban így van. Vagy így van tényleg. Úgy gyereknek, mint felnőttnek ajánlom ezt a kötetet. És még egyszer mondom, remélem, hogy örömet tudok vele adni másoknak ezzel a kötettel. A tarcali hagyományőrző név dalkör előadása következett. Csáti Géza a műsor részeként elénekelte az egyik versét. Mikor előveszem a fényképedet, elönti a könny az én szememet, ne hidd, hogy mással könnyebb lesz az életed,
hiszen az emléke feleddi nem lehet. Lehet, hogy eszedbe jutok majd én, de akkorra már más lesz az enyém. Fogod még síratni azt a régi időt, ami az életben soha vissza nem jön. Fogod még síratni azt a régi időt, ami az életben soha vissza nem jön. Csáti Géza a tarcali hagyományőrző népdalkör tagjai számára virágokkal kedveskedett.